Forrnak az indulatok a Vasas házatáján, hiszen egy sokra hivatott, a szurkolók által sokra tartott ifjú futballista igazolt el tőlünk. Ezzel kapcsolatban kérdezzük Varga Endrét, hogy mi a véleménye az ügyről. Ugye mindenki tudja, hogy az Akadémia és egy gazdasági társaság, meg a Futball Kft. És a Vasas Futball Kft. Is egy gazdasági társaság, mind a kettőnek külön tulajdonosa van. Tehát kezdjük ebben az egészet. Akkor, amikor augusztus 8-án elkezdtük a munkát, mindenki tudja azt, hogy milyen csapatot vettünk át. Mindenki menekült innen. Az volt az első, legfontosabb lépésünk, hogy összerakjunk egy csapatot, aki megállja a helyét a bajnokságba, és aki azt a célt, letegyük annak az alapját, hogy azt a célt, amit mi kitűztünk, azt el tudjuk érni. Ezzel voltunk leginkább elfoglalva. Ugye nagyon nagy nehezen összeraktuk a csapatot, és elindultunk a bajnokságba. Időközben jeleztük, ugye, hogy a koncepciónkban az Akadémia szerepel. Tehát mi mindenképpen az akadémistákkal számoltunk, Ádám Martin felosztuk az első csapatba, és azonnal, ahogy lehetőség volt, adtunk is neki, akár Ligakupán, a Paks ellen, vagy többször is MB2-vel becseréltük, tehát jeleztük feléjük, az Akadémia felé, a fiatalok felé, hogy nyitva áll a kapu az első csapat, az ajtaja nyitva áll a játékosok felé, örömmel várjuk őket, és ugye november végén, december elején már jeleztük azt is az Akadémiának, hogy további két akadémistára is számítunk, Cseke Benyaminra és Varga Szabolcsra. Ugye mindkét játékosnak külön meghívót küldtünk, Szapor Gábor a csapatot is úgy rakta össze a január 7-i felkészülést, hogy két játékost beírta a létszámba. Nálunk 13 U23 alatti játékos van a csapatban, ugye 8 akadémista van a keretben, ugye 4 folyamatosan játék lehetőséget kap, ugye hagyd mondjam, hogy Görgényi Katona, Ferko Ádám Kárpáti, senki nem gondolta, hogy itt ennyi játék lehetőséghez jut. Ugyanúgy, ahogy akik most följönnek majd és lehetőséget kapnak, ha jobbak, ők fognak játszani. Nálunk nincs protekció, nincs olyan, hogy majd a külföldi azért hozzuk, hogy elfoglalja a fiatalok helyét. Mi, ha jobb a fiatal, akkor megvan az esélye, hogy játszon. Nálunk ezek a tények. Na most, ugye azt tudni kell, hogy Varga Szabolcs január 7-én nem jelent meg és nem is jelezte felénk, hogy nem kívánkozik hozzánk jönni. Őt vártuk, hogy itt felkészülés velünk kezdje el, és az édesanyjával meg is beszéltem egy időfontot, egy hétfői napot, amikor a családja itt van, és leülünk és megbeszélünk a jövőről, és mindenképpen segítséget nyújtanánk neki. Az édesanyja annyit nem tett meg, hogy visszajövott és megköszönte, hogy ez a lehetőség van a Vasas első csapatában, hanem mai napig semmit. A újságból meg a sajtóból értesülök, hogy vele mi van. Itt meg lett volna a lehetőség is, a többi fiatalt nézzük, akik most is lehetőséget kapnak, vagy akár megnézzük az edzőmeccseket, már a Cseke Benyamin kezdőként játszik a csapatba. Ugye legutóbb már kezdőként játszott, gólt rúgott, tehát én azt mondom, és meg vagyunk vele elégedve, én azt mondom, hogy meg lett volna neki is ugyanúgy a lehetősége, hogy itt a csapatunkba bemutassa tényleg, hogy ő extra klasszis, ahogy a közvélemény mondja. Hogy ő jót döntött, vagy rosszat döntött, azt én nem tudom megmondani. Tehát azt ő neki kell tudni, hogy ő milyen döntést hozott. Mi a mi részünkről mindent megtettünk, hogy itt játszon. Esetleg nem lett volna arra több lehetőség, hogy ősszel nagyobb érdeklődést tanúsítsunk iránta? Én úgy gondolom, hogy abszolút arra, hogy ki, meg mikor, meg miért nem előbb, meg utóbb, ennek szerintem semmi köze. A Varga Szabolcs egyszerűen nem akart itt tovább játszani. Tehát ő ezt eldöntött, hogy a Vasasban ő nem futballozik tovább, és gyakorlatilag ez annak is köszönhető, hogy elment, hogy kihasználták azt a szabályt, amit most a Magyar Labdarúgó Szövetség meghozott, ugye, hogy egy évet lehet csak amatőr szerződés, és játékos csak egy évest lehet kötni. Ugye a Varga Szabolcs, ha ezt az MLS nem hozta volna meg ezt a szabályt, akkor mai napig a Varga Szabolcs a mi edzésünket látogatja, vagy az utánpótlásét, és semmi, nem is lenne ez téma, hanem arról beszélgetnénk, hogy a Varga Szabolcs hol játszana, vagy esetleg most arról beszélünk, a Varga Szabolcs most bal oldalt játszik, vagy jobb oldalt, vagy hol bizonyít, hogy ez most arról beszélgetnénk, de mivel valószínűleg, mivel ezt hónapokkal ezelőtt már lehetett tudni,
hogy ez a szabály bejön, ők ezt szépen kihasználták, ezt a szabályt, nem írták alá az akadémiának a szerződést, a mi közelítésünket nem fogadták el, hanem megvárták, még szépen lejár a szerződés, kibekkelték, és utána próbáltak más klub után nézni. Egyébként ez a szabályról én csak annyit mondanék, hogy lehet, hogy jó az, lehet, hogy úgy gondolják, hogy jó az, hogy bejött ez a szabály, mert akkor esetleg arra gondolnak, hogy több, gyorsabban lehet majd profi szerződéseket kötni játékosokat. De a másik dolog, ez mögött én egy kicsit mást érzékelek. Én ezt úgy látom, hogy nagyobb akadémiák egyszerűen kimerült a merítési lehetőségük. Minden utánpótlás klubban 3-4 éves szerződéseket kötnek, amatőr szerződéseket kötöttek a játékosokkal, és így a nagyobb akadémiák már nem tudták elhozni a játékosokat, mert ugye nem jártak le a szerződések. Így én úgy gondolom, hogy így most minden akadémiának megvan most a lehetősége, hogy mondjuk 5-6 éven keresztül, mint egy Vasas kinevelt valakit, és hirtelen egyik pillanatra a másik megvan a lehetőség, hogy el tudja hozni. Beszélhetünk manapság klubhűségről, ugye a Vasas 5 évig képezte, a Vasas szakemberei 5 évig képezték Varga Szabolcsot, és gyakorlatilag most úgy áll tovább, hogy egy köszönömet sem mondott a Vasasnak. Tóth Andrásról beszéltünk, aki klubhűség. Az én nem gondolom azt, hogy a Varga Szabolcs itt a klubhűségről beszélünk, inkább azt kellene mérlegelni, hogy ő azért, hogy utánpótlás válogatott lett, mennyit tett ezért a Vasas, mennyit investált, mennyit segített azért neki, hogy ő oda jutott. Vagy csak ő úgy gondolja, hogy nem is a Vasas miatt került oda, itt el volt csak 5 évig, hanem valami csoda folytán lett utánpótlás válogatott. Tehát ezt kellene mérlegelni valójában, nem a klubhűséget, hanem az, hogy én valójában maga a játékos, hogy az elmúlt 5 év alatt mennyit köszönhet valójában a klubjának, hogy mennyit investált bele az 5 év alatt, mennyit segítették, hogy oda kerüljön utánpótlás válogatott, és egyáltalán, hogy felhívta magára így a figyelmet, hogy ez valójában a Vasasnak köszönhető, vagy valami másnak. Tehát ezt kellene mérlegelni a játékosnak, mert hogyha valóban úgy gondolja az ember, hogy igen, én a Vasas miatt kerültem ide, és ezért hívattam föl mindenki a figyelmet, egy MTK, meg más magyar klubok szerették volna őt megszerezni, és ez a Vasasnak köszönhető, akkor én úgy gondolom, hogy el kellene gondolkozni azon, hogy valójában megérte a Vasast elhagyni, mert hogyha igen a Vasasnak köszönhető, akkor szerintem egy óriási hiba volt a Vasast elhagyni, hiszen akkor ennek a klubnak igenis tartozik. Nem a Vasas vesztette el a Varga Szabolcsot, hanem a Varga Szabolcs vesztette el a Vasas csapatát, vagy maga a Vasas klubot. Ez egy 101 éves klub, itt olyan futballisták mentek, mint a Ihász, a Mészőj, a Farkas, tehát olyan nevek voltak. Hát most én nehogy már most egy ilyen tradicionális klub, ahol ilyen futballisták nőtték ki magukat, arról beszélünk, hogy a Varga Szabolcs elvesztette a Vasas a Varga Szabolcsot, hát akkor inkább én úgy gondolom, hogy fordítsuk meg ezt. A Varga Szabolcs vesztette el egy olyan klubot, ahol olyan futballisták jártak, mint a Mészőj Kálmán, az Ihász, a Raduj, Farkas János, tehát világsztárokat nevelt ki, Ladinszkit, aki a Váradit, tehát világsztárokat nevelt ki. Én úgy gondolom, ő vesztette el ezt a patinás klubot akkor.